Csak nyugodtan, fiam, ne izgulj, minden jó lesz. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Tihanyi Bencés apátságban. Ma, pünkösd ünnepén, amikor várjuk a Szent Lelket, és eljön közénk a Szent Lélek, és leszáll most 9 fiatalra. Megerősíti őket arra, hogy felnőtt keresztények lehessenek, hogy tanúságot tudjanak tenni arról, hogy az Úr szeret minket, hogy Jézus Krisztus meghalt, de értünk feltámadt, fölment a mennybe, és velünk marad a világ végéig. Nagy szeretettel és őszinte barátsággal köszöntjük Márton Csornai apáturat, aki kiszolgáltatja ma a bérmálás szentségét fiataljainknak. Apátúr, nagy tisztelettel üdvözlünk, szeretettel köszöntünk és kérünk, hogy vezesd liturgiánkat, Isten hozott mindenkit. Isten, aki engem méltatlan szolgádat az egyházi rendbe meghívtál, és az evangélium hirdetésével, valamint a szentségek kiszolgáltatásával bíztál meg, a boldogságos Szűz Máriának és Szent Ányosnak, ezen apátság égi pártfogójának közbenjárásával, áld meg ebben az egyházközségben Gyula püspök megbízásából végzendő szolgálatomat, hogy Isten népének javára váljon. A bérmálkozók elnyerjék a Szentlélek bőséges ajándékait, valamint erősödjenek a hitben és a keresztény életben. A családokban gyarapodjék a szeretet és egyetértés, a gyermekekben az ártatlanság, a betegekben és a szenvedőkben a türelem, az egyházközség vezetőiben a buzgóság, a hívekben a szolgálatkészség, és mindnyájunk között az összetartozás Krisztus a mi Urunk által. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek! Kedves testvéreim, köszönöm Jeromos atya kedves szavait. Nagy örömmel jöttem ide most már másodjára bérmálni, hiszen egy kicsit az ember, ha egy apátságba megy haza, akkor mindig úgy megy, mintha hazamenne, hiszen otthon érezzük magad. Az atyai házba, ugye a apát szó is atyát jelent, az atyai házba jövünk haza. Örömmel imádkozom e 9 fiatalért, hogy a Jóisten küldje el az ő bölcsességének lelkét, és életük folyamán irányítsa őket. Azt kérem a kedves testvérektől, hogy mindannyian most őszinte és imádságos lélekkel imádkozzunk-e fiatalokért, hiszen mi felnőttek tudjuk, hogy mennyi veszély, mennyi akadály áll még előttük, és az imáinkkal erősítsük őket. Éppen ezért vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen imádkozhassunk-e fiatalokért. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem,
én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Krisztus kegyelemhez, Krisztus kegyelemhez, Krisztus kegyelemhez, Uram, irgalmaz, Urham irgalmaz, Urham irgalmaz. Dicsőség a magasságban Istennek, földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged. Hálát adunk néked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egy szülött fiú, Urunk és Istenünk, Isten bárhánya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgasd meg könyörgésünket. Te az Atya jobbján ül, irgalmazz nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk, Istenünk, Te a mai szentséges ünnepen egyházadat, és általa a világ minden népét és nemzetét megszentelted. Áraszd ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, és töltsd be híveid szívét Istenek kegyelmeddel, amelyel egykor elindítottad az evangélium hirdetését, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna,
és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a lélek indította őket. Ez idő tájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez az zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze, nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették. Nem Galileából valók, mindjárt, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja őket a saját nyelvén, amelyben született? Mi pártusok, médek, elamiták és mezopotámiának, judeának, kappadóciának, pontusznak, ázsiának, frígiának és pamfíliának lakói, Egyiptomból és a líbiai Ciréne vidékéről, és Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodálatos tetteit. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, az egész teremtett világ mindmáig sóvárogva vágyakozik, hogy a mulandóság szolgai állapotából felszabaduljon. De nem csak a természet, hanem mi magunk is, akik a lélek csíráit bensőnkben hordozzuk. Sóhajtozunk mi is, és várjuk a fogadott fiúság megvalósulását, testünk megváltását. Mert megváltásunk még csak reménybeli, de a remény, amelyet már teljesedni látunk, nem is remény többé. Ha tehát reméljük, amit még nem látunk, várjunk álhatatosan. Gyöngeségünkben pedig segítségünkre siet a lélek, hiszen még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. A lélek azonban maga könyörög bennünk, emberi szóval ki nem fejezhető fohászkodással. Isten pedig, aki szívünket vizsgálja, tudja, hogy mit kíván bennünk a lélek, mert ő Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.
az Úr legyen szíveden és ajkadon, illő és méltó módon hirdesd a Szent Evangéliumát az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. Aki szeret engem, megtartja tanításomat. Atyám is szeretni fogja őt, hozzámegyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a vígasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Ezek az evangélium igény. Áldunk téged, Krisztus! Főtisztelendő Atya, mint a bérmálásra készülődőknek hitoktatója és felkészítője, ajánlom szeretetedbe, és mutatom be neked ezt a 9 fiatalt, akik közül 7 a Tihanyi Bencés iskolának a tanulói. Készültek a bérmálásra, várták a Szent Lelket. Nagyon különféle fiatalok van közöttük, mai szóval mondva vagány, életre való fiatal, és van közöttük nagyon szelíd, csendes, visszahúzódó egyéniség. Mindegyikük szeretettel készült, és várja azt, hogy a Szentlélek megvilágosító kegyelme segítse őket további életükbe, és maradjanak meg tudjanak maradni a katolikus keresztény hitben. Nagy szeretettel kérjük, szolgáltasd ki nekik a bérmálás szentségét. Krisztusban, főtisztelendő Perjel úr, kedves bérmálkozók, bérmaszülők, családtagok, kedves mindannyian! Számomra megtiszteltetés, hogy a ti életetekre lehívhatom a harmadik isteni szemét, a Lelket. Gyönyörű népénekünkben úgy énekeljük, hogy szájszívünkben Nagyisten, életadó lélek. Úgy tapasztalom, hogy az ember, amikor elmegy bérmálni, és a Szentlélek ajándékát kérje fiatalok számára, akkor jobb, hogyha nem egy szép és
katolikus teológiai értekezést mond itt el, és ezt azért értem a Jeromos atyára, mert hangsúlyozta, hogy katolikus legyek ma itt, hát megpróbálok az maradni, remélem a lélek segít ebbe. Nem egy teológiai értekezést, hanem a lélek munkálkodására hívja fel egy kicsit a figyelmet, pontosabban a lélekkel való együtt munkálkodásra. Kedves fiatalok, meg lehet ezt nagyon szépen fogalmazni. Általában magyar költőink, a mi gyönyörű és csodálatos, és hát lehetne ezt itt fokozni, nyelvünkkel valami olyant fogalmaznak meg és érnek el, amit hát mi sokszor közemberek nem tudunk. Elég, hogyha csak Dzsida Jenő Pünkös című versére utalok, és nem irodalomórát szeretnék tartani, de csak egy pár sort, pár mondatot, ha szabad tőle. Szent tevésre ihlető nagyisten, szemén pünkösdi tüzek nyelve csap kis, így tekint le ránk. Csak egy pihenő hófehér galamb, de őt imádom, amíg élek, s előtte hullok térdre egyedül. Parányi semmiségem. Na de hát mi nem vagyunk költők, ezt Dzsida meg tudta fogalmazni, de mi sokszor hát csak dadogunk egymás és az Isten előtt. Szállj szívünkbe, nagy Isten, életadó lélek. Drága fiatalok, az életre készültök. Most enged el benneteket, a ti kezeteket, a családotok. Most engedi el. Talán édesanyád majd ősszel pakol először hosszabb időre, amikor kollégiumba mész, vagy most enged el naponta buszozni, vonatozni Veszprémbe, vagy éppen ahova mész iskolába. Az élet előtt álltok. Eddig azt hittük, és azt hitték, hogy hát ti megvagytok, és hopp, elszállt az idő, és ősztől nem itthon jártok iskolába, hanem messzibre mentek. Minden nap valamilyen döntést kell hoznotok, hiszen emberekkel találkoztok, társaitokkal, kortársaitokkal, osztálytársaitokkal, akik lehet, hogy nem lesznek katolikusok. Sőt, biztos, garantálom. És neked úgy kell viselkedned, ahogy láttad otthon, ahogy tanultad, ahogy tanították itt a bencés atyák, és hogy a lelkiismereted diktálja. Életadó lélek. Nem akarok ünneprontó lenni, de azt hiszem, nagyon jól kifejezi az a történet, amit hoztam nektek mai napra. Hát ezt fabula, tanítómese, nem kell komolyan venni, olyan értelemben, hogy a történet nem történt meg. Ellenben, drága fiatalok, kicsomagolni mindenkinek kell. De nem csak nektek, hanem minden jelenlévő testvéremnek is. Egy kicsit azt adnám ennek a hosszú hétvégének a mottójául, ami ebbe a történetbe lezajlik. Akár családba, akár most ebbe a gyönyörű időbe, kimennek a természetbe, kedves testvéreim, kicsit mélázzanak ezen, egy kicsit elmélkedjenek. Ez a régi történet egy olyan királyról szól, aki a kor szokásának megfelelően udvari bolondot tartott. Egy ilyen bolondnak joga volt ahhoz, hogy megmondja az igazságot a királyoknak, még akkor is, ha az keserű volt. Hiszen tudjuk, hogy az igazság az néha keserű, olyan, mint a jónikum. Csak annyit fűztek ilyenkor hozzá, nem vették tudomásul, hát hiszen bolond, ő beszélhet bármit. Az egyszeri király egy ezüst bolondpálcát csináltatott és adott a bolondjának, amelynek a végén egy arany harangocska hintázott, és ezt mondta. Az biztos, hogy te vagy a legnagyobb bolond, aki csak létezik a világon. De ha egyszer mégis találkozol olyan emberrel, aki még nálad is nagyobb bolond, add tovább neki ezt a pálcát. Hát az udvari bolond évekig hordozta ezt a pálcát, egy napon aztán megtudta, hogy haldoklik a király. Csendesen bement a betegszobába, és így szólt.
Király, hallom, nagy útra akarsz indulni. Nem akarok, válaszolta a király, hanem mennem kell. Mire a bolond, bizonyára hamarosan visszatérsz. Nem, sóhajtott a király. Abból az országból, ahová én utazom, nincs visszatérés. Hát nincs semmi baj, gondolom, mondja a bolond, mert akkor bizonyára előkészítetted az utazást. Remélem, gondoskodtál arról, hogy abba az országba, ahonnan nincs visszatérés, királyi módon fogadjanak. A király a fejét rázta. Nem, bolondom, ezt elmulasztottam. Sosem volt időm arra, hogy előkészítsem ezt az utazást. Ó, mondja a bolond, akkor te valószínűleg nem tudtad, hogy majd egyszer el kell indulnod erre az útra. Már régen tudtam, felelte a király. De mint mondtam, sosem volt időm, hogy megtegyem a szükséges előkészületeket. Akkor a bolond előkaparta a batyujából azt a bizonyos pálcát, és csendesen letette a király mellé. És ezt mondta. Azt parancsoltad nekem, hogy annak adjam tovább ezt a pálcát, aki még nálam is nagyobb bolond. Király, fogd a pálcát. Te tudtad, hogy át kell menned az örökké valóságba, ahonnan nincs visszatérés. Ennek ellenére nem törődtél azzal, hogy megnyíljanak neked az örök hajlékok. Király, te vagy a legnagyobb bolond. Kedves fiatalok, életadó lelket kérünk. Ti még az idő fogalmával nem úgy bántok, mint mi, hiszen ti fiatalok vagytok, gyorsak, egészségesek, robbanékonyak. Én most is mégis arra biztatlak itt benneteket, hogy egy kicsit legyetek olyanok, mint ebbe a történetbe, ebbe a tanító mesébe, ha úgy tetszik, hogy a bolond volt. Nyitott szemmel járjatok. Legyen időtök készülni arra, amik örökérvényű. Nem akarok nagy szavakat használni, nem akarok sötét képet festeni, hiszen az élet az nagyon szép dolog. Bizony, rengeteg gyönyörű lehetőség vár rátok, nagyon sok ember. Ahogy Jeromos atya mondta, különbözőek vagytok, hála jó Istennek. Ezt magam is megtapasztaltam az előző találkozásunkkor. Nem is kell, hogy egyformák legyünk, nem is szabad. Te készülj ebben az életben arra, amit belülről hallasz hangot. Sokszor fognak hamarosan például azok, akik te barátaidnak hiszel, hogy minek hallgatsz apádékra, van ez, ismerjük. Azért mi már öregebbek vagyunk, de még nem felejtettük el. És te belülről tiltakozol, de a többiek kedvéért megteszed. Ne, ott legyél egyéniség, hogy mondd azt, hogy barátom, én nem. Ebben nem veszek részt. Nehéz dolog. Micsoda nehéz dolog, hogy ne úgy csináld, hogy a galeri, hogy te különb legyél valamilyen módon, ahogy a bandát csinálja a csapatod. Kedves fiatalok, egyszer, még ha ünneprontás is, de mondom, mert ez a dolgom, nektek is számot kell adni eme bizonyos életről, amit ma kérünk nektek, és készületről. Mint ahogy némelyitek a középiskolában most felvételizett, és van, aki a könnyebb útat választotta, hogy olyan iskolába ment, ahol nem kellett felvételizni, nem kellett a központit megírni. Ellenőrzésen mentetek át. Annak is bekérjük a bizonyítványát, és megnézzük, hogy mit tudott. Valamilyen módon a társadalom, az körülötted lévő emberek, az élet elvárja, hogy valamit letegyél az asztalra. Mi ma azt a lelket kérjük számotokra, én azt a lelket kérem számotokra,
amely megtanul, megtanít benneteket józannak és normálisnak lenni. A szó legegyszerűbb és legnemesebb értelmébe. Csak legyetek normálisak úgy, ahogy vagytok. Ha ezt megadja nektek a Szentlélek, többet nekünk nem kell kérni. Mert akkor megadja a Szentlélek azt is, hogy tisztességes legyél azokkal, akiktől mindent kaptál, a családoddal, azokkal, akiket szeretsz, mert a barátaid, azokkal, akit majd választasz, mert mondjuk házasságba akarsz élni vele, megadja neked a Szent Lelket, hogy tiszteld az Istent és az embert, tiszteld a hagyományt és az újdonságot, egyszerűen, hogy megtaláld az arany középútat. Az életadó lélek, kedves testvéreim, ez. Nagy hírű biblikus tanárom, Jelenics István piarista atya mondta egyszer, hogy a Szentlélekről lévő traktátusban végig kísérte, hogy hogyan jelenik meg a lélek, hogy a Szentírás első lapján úgy kezdődik a Szentírás, hogy Isten lelke lebegett a vizek fölött. És egészen odáig, amikor az apostolok eltelnek vele, de a mai napig, amikor ti eltelhettek vele, ha együtt működtök vele. És azt mondta maga sajátos stílusába, talán többen ismerik, hogy hát uraim, a Szentlélek, bármennyire is úgy ábrázoljuk, az nem egy galamba, amit valami vásott kölyök lecsúzlizhat. És valóban, nem lehet. A Szentlélek az kiáradás. Az ember lelkében működik. Igen, lőnek rá ágyúval is ma a világba. Ezt látjuk. Nem csak csúzlival vásott kölykök, hanem komoly tábornokok, politikusok lövődöznek a Szentlélekre. Hát ezt látjuk. Ti inkább fogadjátok be. Hallgassátok meg. A lélek ott van. Abban is ott van, kedves fiatalok, mikor édesanyád számon kér és buzdít. Vagy amikor a mama teljes joggal és áldja meg a Jóisten érte, hogy megkérdezi, hogy mit csináltál vasárnap, utalva arra, hogy esetleg betévedtél egy templomba. Bizony ott a Szentlélek benne. De ott van a Szentlélek az édesapád kézfogásába és szorításába is, amikor már nyilván ilyen felnőtteket nem csapunk nyakon, egy kicsit erősebben fogunk kezet. Abba benne van a Szentlélek. Vagy benne van a Jeromos atya kérdéseibe. Benne van a volt tanítónénid érdeklődésébe. De benne van egy jó kirándulásba is. Ami az életben szép, abban a lélek benne van. Ki ne akarna szépen élni? Azt hiszem, ti szeretnétek. És mi is ezt szeretnék. Ezt kérem ma a jó Istentől. Adja meg, hogy ti igazi királyok legyetek, okos királyok, akik az életük végén is az udvari bolondot kinevetik. Amen. Kedves bérmálkozók, a lángot már megkaptátok. Mielőtt megkapnátok a Szent Lelket, újítsátok meg a keresztségi fogadást. Idézzétek emlékezetetekbe azt a hitet, amelyet a keresztség felvételekor megvallottatok, illetve amelyet szüleitek és keresztszüleitek vallottak meg akkor az egyházzal egységbe. Feleljetek együtt mindnyájan arra, amit az Anya Szent Egyház nevében kérdezek tőletek. Ellene mondotok-e a sátánnak minden cselekedetének
és minden csábításának? Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kihalált szenvedett, akit eltemettek, de feltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, akiben a mai napon a bérmálás által különleges módon részesültök, úgy, amint pünköstkor az apostolok részesültek? Hisztek-e a katolikus anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek feltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, ez az anyaszentegyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Most imádkozzunk, kedves testvéreim, Istenhez, a mindenható Atyához, hogy árassza el jóságosan szent lelkével fogadott fiait, kik újjászülettek már az örök életre a keresztség vizéből, a Szentlélek erősítse meg őket bőkezű ajándékai által, szent olajával pedig alakítsa őket Krisztushoz hasonlóvá, az Isten fiához. Mindenható Isten, Urunk Jézus Krisztus, Atya, te szolgáidnak vízből és Szentlélekből új életet adtál, és megszabadítottad őket a bűntől. Küldd rájuk a vigasztalhó szent lelket, és add meg nekik a bölcsesség és az értelem lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és a jámborság lelkét, és töltsd el őket az Isten félelem lelkével, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Ezt osztod, légy szíves. Tamás, vedd a Szentlélek ajándékának a jelét. Béke veled. És az elmények. Isten tartson meg. Köszönjük a vallat. Ferenc, vedd a Szentlélek ajándékának a jelét. Béke veled. Köszönjük szépen. Rozália, vedd a Szentlélek ajándékának a jelét. Béke veled. És a teleket. Istenet is. Köszönjük, hogy veled. Tímea, vedd a Szentlélek ajándékának a jelét. Béke veled. Istenet is. Köszönjük, hogy veled. Márton, vedd a Szentlélek ajándékának a jelét. Béke veled. Köszönjük, hogy vannak. Balázs, vedd a Szentlélek ajándékának a jelét. Béke veled. Isten éltes. Köszönjük, hogy vannak. Mária, vedd a Szentlélek ajándékának a jelét. Béke veled. Köszönjük, hogy Anna, vedd a Szentlélek ajándékának a jelét. Béke veled. Isten éltes. Köszönjük, hogy vannak. Rita, vedd a Szentlélek ajándékának a jelét. Béke veled. Isten éltes. Köszönjük, hogy vannak. Köszönöm, hagyjuk csak itt, jó?
Kedves testvéreim, könyörögjünk a mindenható Atya Istenhez, és imádkozzunk egy szívvel, lélekkel, hiszen egy a hitünk, egy a reményünk, és egy a szeretetünk, amelyet a Szentlélektől kaptunk. Könyörögjünk a megbérmáltakért, hogy hitükből táplálkozva és szeretetben megerősödve életükkel tanúskodjanak Krisztus Urunkról. Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk a szülőkért és a bérmaszülőkért, hogy szavukkal és példájukkal segítsék a megbérmáltakat Krisztus követésében. Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk Ferenc pápáért, püspökeinkért, papjainkért, hogy a lélek erősítse meg őket Isten népének szolgálatában. Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk Isten egyházáért, hogy a Szentlélek ereje által terjedjen, és növekedjék a hit és a szeretet egységében. Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk az egész világért, hogy az emberek testvérnek tekintsék mindenütt egymást, és őszinte szívvel keressék Isten országát, amelyben a Szentlélek békét és örömet ad a szívekbe. Kérünk téged, hallgass meg minket! Istenünk, te megadtad apostolaidnak a szent lelket, és általuk, valamint utódaik által tovább akarod adni híveidnek. Hallgass meg kegyesen imádságunkat, és szent lelked erejével alakítsd át híveid szívét úgy, amint átalakítottad az apostolokét az első pünkösd napján, Krisztus a mi Urunk által.
Most lóram bűneimet, és vétkeimtől tisztíts meg. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, hogy nyilatkoztassa ki egyre gazdagabban a Szentlélek ennek az áldozatnak titokzatos értelmét, és tanítson meg minket minden igazságra, amint Szent Fiad megígérte, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek, emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, élő és üdvös, hogy minden időben hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te húsvét szent titkát azzal tetted teljessé, hogy ezen a napon elküldted a szent lelket azoknak, akiket az egyszülött fiaddal való közösség révén gyermeke hiddé fogadtál. A szent lélek pünköstkor, az egyház születése napján minden népre kiárasztotta az Isten ismerhet fényét, és a sok különböző nyelvű embert az egy közös hit megvallásában egyesítette. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve hújjong, a mennyei erők és a hatalmas angyalok a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy, szent vagy, mindenség, Ura Istene, dicsőséged betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.
Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházat sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Gyula püspökünkkel, Márton apátunkkal és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, Szent Benedek és Szent Norbert atyáinkkal, Szent Ányos püspökkel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy egyházába minden népet összegyűjtsön, és szeretetben egyesítsen. Ezért kérjük, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel.
Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Pax tecum, remélem elég katolikus voltam. Köszönöm szépen. Béke veled. Béke veled. Béke veled. Béke veled. Béke veled. Béke veled. Béke veled, mert kiváló tüzelők vagytok. Béke veled. Köszönöm, béke veled. Isten báránya, íme az Isten bárhanya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten bárhanya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj. Krisztus test és vére őrizze meg engem. Krisztus teste. 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 Volt elsajnozó? Akkor bocs. Krisztus teste. 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 Krisztus teste.
Krisztus teste. Krisztus teste. Krisztus teste. Krisztus teste. Krisztus teste. Krisztus teste. Krisztus teste. Krisztus teste. Amen. Krisztus teste. 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 Krisztus. Isten áll. Krisztus teste. Krisztus teste. Krisztus teste. Krisztus teste. Könyörögjünk, Istenünk, te bőségesen árasztod egyházadra mennyei ajándékaidat, őrizd bennünk a kegyelmet, amelyet adtál, hogy a Szentlélek belénk öntött ereje mindenkor elevenen működjék,
és a lelki táplálék gyarapítsa bennünk a kegyelmi életet, Krisztus, ami Urunk által. Kedves testvérek, néhány köszönő szóval kell elbúcsúznom. Köszönöm a szülőknek, köszönöm mindazoknak, a birma szülőknek, akik vállalták, hogy a fiatalokat elkísérik, egész keresztény életükön át támogatják őket, hogy, ahogy apát úr is mondta, ne legyenek balgák, ne legyenek bolondok, hanem készüljenek szépen az örökké valóságra, készüljenek fel Jézus Krisztussal való örömteli találkozásra. Köszönjük az iskolának, aminek a keretében majdnem heten készülhettek, a Tilnyi Bencés iskolának. Köszönjük mindenkinek, aki valamilyen formában támogatta, hogy a fiatalok nagyszülőknek, rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, és természetesen hálás köszönet az énekkarnak és a minisztránsoknak, akik szépítették a mai ünnepünket, és utoljára, de nem utolsó sorban köszönet apát úrnak, hogy eljött és buzdította a fiatalokat. Sajnos már nem lesz hittanóra, hogy kikérdezem a prédikációt, de találunk még rá alkalmat. És köszönet apát úrnak azért is, hogy eljött, ma rá szánta az idejét, hogy kiszolgáltatta a szentséget, és köszönet külön azért, hogy néhány héttel ezelőtt bokros teendői mellett, elfoglaltságai mellett szánt időt arra, hogy találkozzon a fiatalokkal még a szentség kiszolgáltatás előtt. Apát úr, őszintén és barátsággal köszönjük, hogy ma eljöttél. Köszönet titkár úrnak, aki elkísérte vasárnap apát urat, és nagy köszönet, hogy itt voltál, és nem fenyegetésként, de meg fogunk még keresni, és nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkor. A Szent Mise után a templom előtt a Tihany Gyermek Néptánc Együttes Künkösdi köszöntőjét tekinthetjük meg. A Szent Mise után közvetlenül a bérmálkozókkal felállunk ide a lépcsőre, mindenki a saját családi fotóját elkészítheti, csinálunk hivatalos fotót is, utána mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg a pünkösdi műsorát a táncegyüttesnek, a néptáncegyüttesnek, és utána a bérmálkozókat, szüleit és rokonait pedig várjuk az apátság belső udvarára, hogy átadhassuk az emléklapokat. Mindenkinek szép vasárnapot kívánunk és szép ünnepet. Mielőtt Isten áldását kérném, azt hiszem, Jeromos Perjel úr mindenkinek megköszönte. Nagyon fontos kihangsúlyozni a család, az édesapák, édesanyák szerepét. Köszönjük szépen, hogy így nevelték a gyerekeiket, és hát mit tudunk mást kívánni, mint hogy egyszer majd sok örömük legyen bennük. Ti meg ennek feleljetek meg. Én szeretném megköszönni, nyilván most Jeromos atya van itt, nem az én tisztem, hozzáteszem, de mindig jó, hogyha valaki betoppan ilyen nagy ember, és akkor megköszöni az ő munkájukat. Köszönöm szépen, amit itt a Tihanyi félszigeten és a Balaton környékének ezen a vidékén tesztek az Anyaszentegyházért, azokért, akik rátok vannak bízva, és azokért is, akik nem, akik csak egy hétvégét töltenek itt, vagy csak a nyarat töltik itt. A Jóisten nagyon sok örömet a munkátokban, sok türelmet, kitartást, és legyetek ti is jó vezetői, ha úgy tetszik, királyai ennek a környéknek, hiszen az ember óhatatlanul, ahogy jön, felnéz Tihanyra. Hadd nézzünk fel rátok mi is. Jóisten adjon ezt sok erőt. Most pedig kérjük Isten áldását. Az Úr legyen veletek! Isten, a világosság atya, aki a mai napon a vigasztaló Szentlélek kiárasztásával megvilágosította a tanítványok lelkét, örvendeztessen meg titeket áldásával, és töltsön el mindenkor gazdagon ugyanazon Szentlélek ajándékaival.
a tanítványok fölött megjelenő csodálatos tűzereje, tisztítsa meg szíveteket minden rossztól, és árassza el ragyogó fényességével. És aki az egy közös hit megvallásában egyesíti a számtalan, különböző nyelvű embert, adjon nektek álhatatosságot a hitben, és a hit által vezessen el a remény állapotából az ő boldogító színe látására. És áldjon, őrizzen és védelmezzen benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Istennek legyen halleluja, halleluja. Régi nagy pátrónád, nagy ünnepségben lévén, így szólít meg hazád, Magyarországról, édes hazánk. Most fotó, hogy le mennek a kis társak. Ezt már végig, hogy egy kis úgy csinálunk fotót.
Főtisztelendő apátok, kedves Márton atya, a Tihanyi Egyházközség és a Tihanyi Bencés iskola nevében köszöntöm és köszönjük, hogy eljött közénk, hogy kiszolgáltassa a vérmálás szentségét a fiataljainknak. Kérjük apát urat, hogy imádkozzon ezekért a fiatalokért, hogy dolgozzon bennük a Szentlélek, dolgozzanak ők is együtt a Szentlélekkel, hogy józan, normális keresztények lehessenek. Mi pedig imádkozunk Márton apát úrért, életéért és a szolgálatáért. Köszönjük, hogy eljött. Köszönöm. Virágot a Csornai szűzanyának, a Rábakozi szűzanyának. Ti hagyban nincsen szűzanya? De mi oda küldjük. Tett oda, oda küldjük. Oda küldjük. Én most ideadom a csorna, vagy a Tihanynak. Jó, köszönöm. Na, szokás ilyenkor emléklapot átadni, hogy akkor mennénk, hát névsorban, jó névsorban kérném a bérmálkozókat. Antal, Máté, Balázs talán, ugye? Most én vizsgázom, hogy kinek mi a neve. Isten éltessen sokáig. Ígéred, hogy jó keresztény leszel. Igen. Helyes. Bozóki Benjamin Bernát, amúgy Tamás. Isten éltessen sokáig. Izsák Rebeka. Petra, Rita, ez az. Isten éltessen sokáig. Járosi Richard, Márton, ugye? Ezt megjegyeztük. Hallotta az egész templom, Isten éltessen sokáig. Marsó Hajnal. Te vagy a? Ti, Rozália. Isten éltessen sokáig. Mészáros Torda. Elbizonytalanodtam. Ferenc. Isten éltessen Torda sokáig. Páfi Anna. Atina. Isten éltessen sokáig. Regele Krisztina Margit és Mária. Isten éltessen sokáig. Takács Adrien, Anna. Ugye? Végére megtanultam, én is bevizsgáztam. Isten éltessen titeket sokáig. Kívánom mindenkinek szép pünkösdöt, szép együtt, családi együttlétet, ünneplést. És várjuk még vissza a fiatalokat. Egyrészt az egyházközségbe is, és az egyházba is, és még az iskolába is erre a két hétre. Milyen két hétre? Egy. Ha már megijesztett, hogy két hétre. Akkor egy hétre. Jó. Nekik még elintézzük a két hétre. Mondom, mit megmondom. Szép napot kívánok mindenkinek is. Hát látod, mikre képes.